Megmutatom, hogyan osztok be 1000 kalóriát egész napra. Már csak 7 hét van az idei első versenyen, még délidőhöz érkeztünk. Ha már nem olyan sok az az idő, másfél óra lépcső minden áldott nap, kegyetlen. Sokkal éhesebb vagyok, miután megeszem a kajámat. 3 étkezésem van, iszonyú finom. Üres marad a hasam, miután ezt megeszem. Imádom a tőkehalat, 1 adag vízber is. Olyan, mint egy kis puding. Én nagyon édes szájú vagyok. A fűzőt azt ugyanúgy hordom napi 8-10 órában, mint egy kínvallatás. Nincs puffadás, nincs okom a panaszkodásra. Nagyon sokszor éhes vagyok, meg fogok dögleni. 4-5 kiló mínuszban vagyunk eddig. Csirkemell és vízber is. Ezt a 7 hetet már fél lábon is kibírom. Nagyon szeretem, csak néha nehéz. De hát ez van, én választottam. Legszívesebben itt egy ültőhelyemben megenném az egészet. Így néz ki jelenleg a 3 étkezésem egy nap. Sziasztok, én Odett vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai ismét egy helyzetjelentés videó, ugyanis már csak 7 hét van az idei első versenyemig, ami azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk. Ugye hivatalosan 14 hétről indult a felkészülésem, onnantól kezdtem el a videókat is gyártani, így hétről hétre, viszont azért már előtte én azért 1-2 héttel már benne voltam a kalória csökkentésben, szóval én 16 hetesre számoltam, hogy biztosan készen legyünk, és hát nyilván ez az első versenyig tart ez a 14 hetes visszaszámolás, mert utána még 2 hétre rá lesz még egy verseny, és még utána ki tudja, hogy meddig tart a szezon. Szóval azért szerintem egy 18-20 hétig el fog azért ez a szezon tartani. Na de a mai videó apropója az az, hogy ismét kalóriacsökkentés következett be, és hát elég nagy változások vannak most így, én azt érzem, meg most... Hát ez inkább ilyen beszélgetős videó lesz. Elmondom, hogy miket eszem egy nap jelenleg, ugyanis 1000 kalórián vagyok. Ez itt a napi összes kajám, úgyhogy most megmutatom, hogy hogyan is osztom el ezt az 1000 kalóriát egész napra. A videó elején szeretném leszögezni, hogy az, hogy én most 1000 kalórián vagyok, az semmiképp nem követendő példa, és senkinek nem ajánlom. Ez nagyon rövid ideig fog tartani, reményeim szerint. Most már jó néhány napja ebben benne vagyunk, ezen a héten lett lecsökkentve 1000 kalóriára, és nagyon megvisel engem, pedig amúgy tudom, hogy én voltam már ennél kevesebb kalórián is. Szóval az előző szezonjaimban csomószor volt olyan, hogy 0 g szénhidrátom voltam, és ha így visszaszámolok, akkor az kevesebb, mint 1000 kalória, de akkor sose kalóriát számoltunk. Most meg... akkor inkább csak makrók alapján volt megadva. Most megvan adva a kalória és a makró is, szóval hát 1000 kalória, ami nem sok, cserébe kevés, és emellett van 550 kalória kardióm, ami azt jelenti, hogy másfél óra lépcső minden áldott nap, heti 7-szer. Kegyetlen. Ezután még van egy súlyzós edzésem minden nap, szóval tényleg... hát nagyon átalakultak a mindennapjaim, az így az egész napi rutinom, mert ugye eddig úgy volt, hogy reggel így elhúztam minél jobban a délelőttömet, reggel elintéztem a dolgaimat, és akkor utána mentem így 2-3 körül edzeni. Na ez most úgy átalakult, hogy reggel csinálom meg a kardiómat, így délelőtt, kb. Délig egyig végzek a kardióval, és akkor utána én... még húzom az időt, mint az őrület, és délután 3-4-kor eszem először. Ez már az előző videónál is így volt, amit láthattatok. Szóval 3-4 körül eszem először, addig böjtölök, ez a fastingolás van, amit én amúgy tökre szeretek, meg tök jól bírok, mert én azt tapasztalom, hogy sokkal jobban bírom azt, hogyha összesűrűsítem a nap végén a kajáimat, mint hogy mondjuk reggel ennék, és utána mondjuk 8 óráig nem, mert sokkal éhesebb vagyok, miután megeszem a kajámat, of course, szokásos diéta dolog, és emiatt inkább úgy döntöttem, hogy 3-4 körül leszem az első kajámat, utána edzés után ilyen 7-8, 3-4 körül megeszem, elmegyek edzeni, ott már amúgy edzőterem, az edzőterem előtt eszem meg az első kajámat, ami nem más, mint csirkemell és rizs. Fűszerezni csak kurkumát, oregánot, ilyen szárított növényeket, vagy mi ez, fűszereket használok, és ehhez pedig a szénhidrát, a rizs, a kis vízberizsem, ami hát most már nagyon-nagyon kevés, és ugye az a videóban, amit láthattatok a csatornámon, hogy készítem a vízberizst, hát ott még ilyen 100 g-ot tudtam megfőzni, hát most már ez nagyon-nagyon nem 100 g, és ezért is tértem vissza a vízberizshez, mert ezzel tudom növelni a volument, mert hát
nagyon-nagyon üres marad a hasam, miután ezt megeszem, és ebbe van még egy kis kanál fahéj, vagy kettő, és glutamin, kreatin és só, és ez az első edzés előtti étkezésem. A zöldséget igyekszem minél jobban csökkenteni, de nyilván most már azért picit több a zöldségbevitelem, mint ami eddig volt, mert volt, amikor például egész nap nem ettem zöldséget. Most már picit több a zöldség, mert hát valamivel el kell telíteni a hasamat. Szóval visszatérve, senkinek nem ajánlom, hogy ezt kövesse, ez csak az én rövid ideig tartó kis időszakom, és ez szigorú felügyelet mellett zajlik. Tehát, hogyha te csak otthon magadnak hobbisportolóként diétázol, akkor semmiképp nem ajánlok ennyire kevés kalóriát, ez nem egészséges, és hosszú távon nem tartható, szóval senkinek nem ajánlom, csak és kizárólag versenyzői célokat szolgál jelenleg ez az étrend. Viszont, hogyha étrend és edzésterv készítéssel kapcsolatban szeretnél segítséget kérni, akkor állok rendelkezésedre, Instagram üzenetben keres bátran. Na de, ez az első étkezésem. Csirkét is eszem, és napi egyszer, a másik kettő étkezésem pedig hal, ugyanis jelenleg három étkezésem van. Három részre osztom el ezt a rengeteg kalóriát. A második étkezésem a jelenlegi kedvenc halam, a tőkehal. Én annyira megszerettem, hogy ezt elmondani nem tudom, pedig régebben én gyűlöltem, mert szétesett, meg amiket ilyen Lidl, meg ilyen boltokba vettem, az ugye annyira összement, meg semmi volumene nem volt, hogy konkrétan, mintha semmit ettem volna, meg ízese volt. Viszont ez, ami a friss halpiacról van, ég és föld. Én nem gondoltam volna, hogy ekkora különbség van hal és hal között. Brutális. És nem esik szét, és nem esik össze, és iszonyú finom. Szóval ez a második étkezésem, ezt várom a legjobban mindig. Hú, imádom a tőkehalat, nagyon finom. A friss halpiacról tudtok egyébként rendelni, egész Pest megyében házhoz szállítással is, meg egyébként tudtok náluk személyesen is vásárolni, Budapesten a Kondorosi úton. Érdemes náluk vásárolni és tőlük beszerezni a halakat, tengergyümölcseit, a rákot, mindent. És akkor a második étkezéshez edzés után sajnos nincs szénhidrát, hanem zöldség van a halhoz, mert a második adag szénhidrátomat az estére tartogatom, ami szintén egy adag vízber is, és ezt egyébként úgy szoktam, hogy este lefőzöm, és én másnap beteszem a hűtőbe, hogy jól megfagyjon, vagy így megdermedjen, és így olyan, mint egy kis puding, és tényleg én nagyon szeretem, mert így olyan, mint egy kis tejber is, és hát ez az egy kis nasi-szerűség, ami édes legalább, mert én nagyon édes szájú vagyok, és hát emiatt így kezd nehezedni a szituáció, de még egész jól bírom szerintem, és mindig így nyugtatom magam, meg amúgy idézőben sajnálom is magam, de mindig úgy vagyok, hogy basszus, ezt én választottam, én akartam, az én célomat szolgálja, szóval nincs okom a panaszkodásra, pedig aztán hát tudnék panaszkodni egész nap, de én nem szeretek panaszkodni, és azt sem szeretem, ha más panaszkodik, szóval ezt én választottam, én vállaltam, ennyi. Mindenki azt sem, amit akar. Aztán az utolsó étkezésem, a tonhal, a másik kedvenc halam. Ez már régebb óta a kedvenceim között van, és ez is, amúgy a fehérjék az mindig ugyanannyi, és ugye nyilván a szénhidrát változik étkezésenként, és az utolsó étkezéshez van ugye még az adag rizs, és akkor ennyi. És azért is időzítem az utolsó étkezéshez a szénhidrátot, mert akkor picit jobban tudok aludni, és hát egyre nehezebb az alvás, és egyre többször felkelek arra, hogy éhes vagyok, de próbálom, picit megnöveltem a vitaminokat, amik segítik az alvásomat, és így picit próbálom ezt javítani. Szóval a három étkezés az külön-külön úgy néz ki, hogy az első étkezés edzés előtt 3-4 óra körül csirkemell és vízber is, fahéjjal, kreatinnal, glutaminnal, sóval, és a csirkén van egy pici oregano. A második étkezés edzés után 7 óra körül tőkehal és zöld hüvelyű zöldbab, itt ugye nincs szénhidrát, és az utolsó étkezés pedig lefekvés előtt közvetlenül, ilyen 10-11 óra környékén, tonhal és vízber is, szintén fahéjjal, sóval, glutaminnal, úgyhogy így néz ki jelenleg a három étkezésem egy nap. És imádom őket most is, legszívesebben itt egy ültőhelyemben megenném az egészet, de
Imádom. A zöldségbevitelemet tudatosan tartom ennyire alacsony szinten, ugyanis a rostoktól én képes vagyok felpuffadni, mint az őrület. Ezt az előző videómban láthattátok is, hogy hát vannak problémák néha a puffadással. Nálam a sok zöldség, a túlzott mennyiségű zöldségbevitel puffadást tud okozni, szóval így a rostbevitel miatt én próbálom ezt alacsonyan tartani. Igazából ennyi a napi étkezésem, nagyon kevésnek érzem, nagyon sokszor éhes vagyok, de más változás egyelőre nincs így a kaját tekintve. A súlyom az hát nem annyira akar továbbra sem lefelé menni, szóval nagyon félek, hogy még csökkenteni fogunk a kajámon, és akkor én meg fogok dögleni, de bízom benne, hogy hamarosan most már észhez tér a szervezetem, mert 56,1 kg vagyok jelenleg, és ilyen 60-61-ről indultunk, szóval ilyen 4-5 kg mínuszba vagyunk eddig, ami amúgy jó, de basszus, még van 7-7, szóval még azért kéne, vagyis már csak 7-7 van. Én azt érzem, hogy ha már nem olyan sok az az idő, úgyhogy jó lenne, hogyha összeszedni magát a kis szervezetem. Mindegy. Az edzések még amúgy jól mennek, egyre nehezebben állok neki, de így, hogy külön szedtem a kardiót és az edzést, így jobb a helyzet. Kardió az annyira brutálisan hosszú, hogy ez a másfél óra, mint egy kínvallatás, olyan, főleg éjgyomorra, mert ugye reggel mindig éjgyomorra csinálom a kardiót, és hát nem egy kellemes dolog, de amúgy ahhoz képest, hogy ez ilyen drasztikusnak tűnik, még úgy érzem, hogy az energiaszintem is még picit magasabb, mint én gondolnám, de azért már érzem, hogy kezdek fáradni, már az izmaim azok annyira hát így kezdenek lefáradni, amikor jön a masszőröm is mondja, hogy hát már érzi a változást a kis testemen, és a fűzőt azt ugyanúgy hordom napi 8-10 órában. És a felső testemen én azt érzem, hogy nagyon szépen alakul. A farizom leszáradásával küzdünk jelenleg, én azt érzem, de szerintem jók leszünk. Az emésztésem még jól funkcionál, nincs puffadás, hál' Istennek, szóval így tök jó, de tényleg az alvás az, ami érzem, hogy kezd majd nehéz lenni, mert este nehezen alszom el, mert már éhes vagyok, mire elalszom, és reggel, mikor felkelek, már egyből éhes vagyok, meg éjszaka is csomószor felkelek, és akkor hát iszok egy pohár vizet, aztán ennyi, de azért még ez jóval kevésbé drasztikus, mint mondjuk a szezon végén lesz szerintem. Úgyhogy igazából ennyi, tényleg senkinek nem ajánlom, hogy ezt kövesse. Ezt csak én így megmutatom, hogy lássátok, hogy hát nem mindig annyira jó ez a versenyzői lét, és vannak nehéz napok, van, hogy tényleg éhezel konkrétan. Meg azért nem kell ebbe belehalni, túl fogom élni, nem fog ez sokáig tartani. Ezt a 7 hetet már fél lábon is kibírom. Úgyhogy csak gondoltam, így csinálok egy ilyen beszélgetősebb videót, hogy elmondjam, hogy mi is a helyzet mostanában. Napi vlogokra nem igazán lesz most se energiám, se időm, mert egyre több a teendő is, van az élet ugyanúgy megy tovább, a hétköznapi dolgaimat ugyanúgy csinálgatom. Szóval a vállalkozásommal, a webshop mindennel ugyanúgy megvannak azok a teendők, és akkor még ennek fejébe jön a felkészülés, szóval az élet nem állt meg a felkészülés alatt sem, emiatt a napi vlogok szerintem kevesebbszer fognak érkezni, max majd az utolsó héten tervezek napi vlogokat, mert hát azért ez így elég energiaigényes, meg időigényes, de ugyanúgy gyártom nektek a tartalmakat, és érkeznek a podcastek folyamatosan, mert 4-5 podcast előre le van forgatva, szóval hát én élvezem továbbra is a mindennapokat, most már konkrétan az egész nap erről szól, hogy épp készülök, hogy edzés, hogy kardió, hogy kaja, főzés, stb., de tényleg nagyon élvezem, és nagyon szeretem ezt csinálni, úgyhogy semmi okom a panaszkodásra, nagyon szeretem, csak néha nehéz, de hát ez van, én választottam. És igen, most már a Fit to Dead dobozokat sajnos le kellett cserélnem ezekre, mert hát most már nem minden étkezésem áll három részletből, sőt egyik se, mindegyik csak kettő részletből áll, így a három részre osztott ételtároló sajnos nálam jelenleg nem opció, és emiatt ezeket a kisebb dobozokat részesítem előnyben. És azért is választok ilyen kicsi dobozokat, mert így többnek érződik. Tányért is mindig a lehető legkisebbet választom, hogy mintha teli lenne, és púposra raknám, aztán közben egy nagy tányéron az elveszne, és így egy picit át lehet verni az elmét, hogy
többnek érződjön. És szeretném megköszönni, hogy végigkíséritek a felkészülésemet, mert nagyon sokat jelent, és nagyon sok támogatást és erőt ad az, hogy írtok, hogy kommenteltek, hogy van visszajelzés, hogy szeretitek ezeket a videókat, és szurkoltok, és velem vagytok. Szóval tényleg nagyon hálás vagyok mindenkinek, igyekszem mindenkinek válaszolni. Nyilván nem fogok tudni mindenkinek, de rajta vagyok az ügyön. Szóval innen szeretném mindenkinek megköszönni, hogy velem van. Iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok kis csengőt, hogy kapjatok értesítést, amikor új videót töltök fel. Illetve a munkám támogatására is van lehetőségetek a Patreon felületén keresztül, amiért szintén nagyon hálás vagyok, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!